Budapest első szabadtéri úgynevezett strandfürdője előtt vagyunk. Száz vagy 102 éves. 1919 óta üzemel, de véglegesen 1921-ben nyílt meg. A nagy medencéje az 5000 négyzetméteres vízfelülettel sokáig Európa legnagyobb nyíltvízű medencéje volt. A 100 vagy 102 éves Palatinus viszont Magyarország első nyilvános úgynevezett strandfürdője. Ugyan tombol a kánikula, de mi most nem a vízhőmérsékletre, hanem a műemlék építményekre figyelünk. A Palak különös jelentőséget az adja, hogy a kevés modernista középületünk egyike. Kevesen tudják, hogy a Margit sziget eredetileg nem csak hosszában, de széltében is sokkal kisebb volt. Alig terjedt túl a mai autóúton, tehát Budapest első 100 vagy 102 éves strandfürdője a későbbi feltöltésen épült ki. A szigetből akkor lett fürdősziget, amikor 1867. májusában Zsigmondi Vilmos bányamérnök a nyugati partnál 43 fokos gyógyvizet talált. Erre a kútra alapozva építetett József főherceg Ybl Miklóssal úri fürdő és szálloda épületeket, bár ezekből mára nem sok maradt meg. A fürdős vonalat folytatva a Duna két partján már korábban is létezett egy plebejus fürdőkultúra, amikor a Duna folyóvizére épített fa úszóházak várták a strandolókat, a leghíresebb egyébként valahol pont a parlament környékén, a pesti oldalon állt. De mi volt 102 éve? 1919 tavaszán a Tanács Köztársaság nyitotta meg a nyilvánosság számára a Margit szigetet, mert addig belépőjegyet kellett fizetni, és ezzel együtt egyébként a főváros összes magán és zárt kertjét, például a Károlyi kertet is. Sőt, a Margit sziget 1908-ig József főherceg magántulajdonát képezte. De maga a Palatinus csak 921-ben készült el a három betonmedencéjével, és azzal a már emlegetett, a Duna fölé épített, az átfolyó vízzel működtetett faúszóházzal. A strandot már 1937-ben ki kellett bővíteni, méghozzá idősebb Janák István tervei szerint. Azóta is megvan és csorgatja a vizet a híres nyolcszögletű szökőkutas medence, és ekkor épült mellé a modernista, emeletes, sigalépcsős, teraszos öltözőtömb. Janáki eredeti tervei átlátható, racionális rendszert követtek. A középső, fedett, nyitott oszlopcsarnokba érkeznek a vendégek, itt vehetik meg a jegyeiket, aztán ennek a nagyvonalú térnek a két oldalán lévő, zárt, közlekedő magok irányítják tovább őket az öltözők felé. Innen már férfiak és nők külön juthattak tovább a napozó teraszokra, illetve a lépcsőkön le a strandra. De maradjunk még egy kicsit kint. Az itt lévő napozó lány szobor maga a magyar történelem kicsiben. Az eredeti 1937-es tönkrement a bombázásokban, de a kommunista hatalom 1948-ban a Szabadság téren addig álló irredenta emlékmű Magyar Fájdalom női aktjával helyettesítette be. Mint tudjuk, a strandszobrászok kedvenc figurája a mesztelen nő nyújtózkodva, mesztelen nő labdával, mesztelen nő gyerekkel. De akik a Palára járnak, azok tudják, hogy ez a szobor már nem bronzból van, hanem kőből. 1967-ben az illetékesek mégis úgy döntöttek, hogy inkább újra faragtatják Csorba Géza eredeti alkotását. A bronzakt Magyar Fájdalom napfürdőző nő pedig előbb bal strandjára, majd 2012-ben a Soproni Kórház lővéreki rehabilitációs intézetének a parkjába került. A strandot természetesen többször bővítették és fel is kellett újítani, és ez történt 1966-ban is, amikor a hullámmedencét kellett bővíteni, átalakítani, és ehhez nem más, mint a Magyar Avangárd egy jeles képviselőjét, Bálint Endrét kérték föl. Ő készítette ezt a szürreális figurákkal dús fali képet a hullámfalon, ami egyébként nem csak az ő életművében különleges, mert elég kevés kültéri munkája készült, hanem mondjuk úgy, hogy a magyar strandkultúrában is. A ma már műemléki védelem alatt álló modernista strandépület régi fényét
2017-ben kapta vissza, amikor Nagy Csaba és az Archicon építésziroda tervei szerint felújították. Az Archicon maximálisan tiszteletben tartotta az eredeti koncepciót, a toldalékoktól és rárakódásoktól megtisztították a Janáki féle eredeti épületet, miközben új funkciók kapcsolódtak az eredeti struktúrába. A déli szányba új termárész került, téli-nyári öltözőkkel, az alaksorba wellness részleg, és felújították a pala legjellegzetesebb részét, a főbejáratot az oszlopcsarnokkal. A palát lényegében téliesítették, így már egész évben nyitva tart. De miért lett a strand neve Palatinus? Ahogy már korábban elhangzott, a sziget a század elejéig József Nádor, a Nádor latinul Palatinus jelent, tulajdonában volt, és azt a pesti területet, ahol most a Palatinus házak vannak, azt is József Nádorral és Margit szigeti Terkekér cserélték el később. És így lett a Palatinus is egy igazi Margit szigeti klasszikus.